Drága főtisztelendő István atya! Júniusban lesz csak egy éve, hogy aranymiséjét ünnepelhettük, és most azért gyűltünk össze szeretett templomában, hogy az érte mondott engesztelő szentmisén vehessünk részt. Soha nem fáradt bele annak magyarázatába, hogy halottainkért nem gyászmisét, hanem engesztelőmisét mondassunk. Ez a legtöbb, amit szeretteinkért tehetünk. Ezzel a lélekkel vegyünk részt a szentmise áldozaton. Nagy böjt van, a lelki felkészülés ideje, hogy minél tisztább lélekkel ünnepelhessük a húsvéti szent napokat, Jézus Krisztus feltámadását. Hamvazó szerda a nagyböjt különleges liturgikus napjaként a belső megtérésre indít, aminek jele a hamvazás szertartása, ma is megrendítő szimbólum. Különös egybeesésnek érzem ezt az utolsóként számunkra kiszolgáltatott liturgikus eseményt. A homlokunkra rajzolt kereszt a legfontosabb jel, amely összeköt a Teremtővel. Figyelmeztet földi életünk végességére, és arra is, hogy mindannyiunknak hordoznunk kell a nekünk szánt keresztet, de eközben áldásban is részesültünk. Ezzel a jellel, ezzel a néma üzenettel bocsájtott utunkra köszönt el tőlünk, mely nagy felelősséget ró ránk, amit most még csak sejtünk. Szerdánként, ha nem volt szent ünnepe vagy emléknapja, a szentmise végén közösen kértük Szent Józseftől a jó halál kegyelmét. Mindig megjegyezte, hogy ez mennyire fontos. A kórházba kerülésekor pár óra elteltével egész életéhez méltó módon, szeliden, senkit nem zavarva, szentségekkel útra engedve elszólította az Úr. Tisztelendő atyánk az égiektől kiérdemelte a jó halál kegyelmét. Ez a búcsú és legfőképpen a hála, a köszönet órája. 50 évig végezte papi szolgálatát Visegrádon. Nehézségeinkben lelki támaszunk, vigaszunk volt. Most vigasztaló nélkül maradtunk. Váratlan halála nagy fájdalmat, gyászt hozott szívünkbe. Egyházközségünk csonka lett. Ferenc pápa papi lelki gyakorlaton mondott homiliájában így szólt. Az Isten szíve szerint való pásztor nem védi a saját kényelmét, nem aggódik a jó híréért, hiszen az Urat is megrágalmazták. Sőt, a kritikáktól nem tartva kész arra, hogy kockáztasson, csak hogy kövesse az Urat. A mi kedves lelkipásztorunknak szabad volt a szíve, hogy elengedje a dolgait. Nem tartotta számon a javait és a szolgálati idejét. Csalódások és fáradozások nem tartóztatták föl. Ő jó és igaz ember volt. Senkit nem zárt ki a szívéből, a mosolyából. A közösség szolgája volt a legnemesebb értelemben, aki nem várta a köszöntéseket és mások jó kívánságait, hanem elsőként nyújtott kezet. Elutasította a pletykálkodást, az ítélkezést. Türelmesen meghallgatta problémáinkat és kísérte az emberek lépteit. Nagy lelkű részvéttel közvetítette a megbocsátást. A szerető Isten viszonozza számára azt az odaadó hűséget,
ahogy a betegeit és az időseket látogatta otthonaikban és a kórházakban. A papi élet emberfeletti. Ehhez a munkához emberfeletti erőre van szükség, ami most szeretett atyáknál hirtelen elfogyott. Nélküle nagy szükségünk van égi támogatásra, hogy István atyánk áldozatos munkája, megtisztult embersége, hűsége teremtőjéhez, egyház közösségéhez ne vesszen kárba. A ránk hagyott értékes örökséget becsüljük, ápoljuk, adjuk tovább gyermekeinknek. Fáradozzunk példamutatóan plébániánk egybemaradásán, hitünk bátor megvallásán, mert erre most különösen nagy szükség van. Ő is ezt várja el tőlünk. Mostantól közösségünknek ehhez a nehéz feladathoz hadhatósan kell kérni tisztelendő atyánk közbenjárását, égi pártfogását. Szeretve tisztelt lelkipásztorunk István atya, Rózsa Füzér társulat, Rózsa Füzér testvéreid, mély megrendüléssel, szomorúsággal, hívői tisztelettel és szeretettel búcsúzik tőled a mindenható jó Isten, fogadjon nagy irgalmába és végtelen szeretetébe. Nyugodj békében, Rózsa Füzér királynője, könyörögj érettünk. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor is akar érkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel, és nyomasztással. Én végtelen, én végtelen, én ilyen végtelen, kérem azért a boldogságot, minden korosztályt a lesz már az összes emberokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozz az életben, Úrunkhoz és Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életbe. Amen. Istenünk örökkön örökké.
lecke Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, és az Isten is benne marad. Abban teljesedett ki bennünk a szeretet, hogy bizalommal várjuk az ítélet napját, mert ahogyan ő, úgy vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet előzi a félelmet, mert a félelem a büntetéshez kötődik. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet. Mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ezt a parancsot kaptuk tőle. Aki Istent szereti, szeresse testvérét is. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását.
magasztallak téged, Atyám, ég és föld, Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez néked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, s az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Kedves elárvult visegrádiak! Hihetetlen, pár hónapja az aranymiséjén egy öreg plébánosról mondtuk, 100 pap kísérte a temetőbe, az emberek sírtak, fájdalommal énekelték. Atyánk voltál, s most árvák maradtunk. És most mi állunk itt a meglepetéstől, alig ocsúdva, aranymisés plébánosunk egyik pillanatról a másikra eltávozott. Nem tehetünk mást, mint őszinte imádságunkkal Istennek ajánljuk, aki hazahívta, akinek örök égi liturgiájának örömében bizton reméljük, már mosolyogva tekint ránk, és bíztat. Ne sírjatok, én már hazaérkeztem. Urunk Istenünk, sokszor észre sem vesszük, mekkora értékek vesznek körül minket. Természetesnek tartjuk, hogy nyitva a templom, égnek a gyertyák, tanítják a gyermekeinket. Van hová mennünk, ha vigaszra vágyunk. Most látjuk, mindez mégsem olyan magától értetődő. Köszönjük Kalász István atyát, aki tetőtől talpig lelkipásztor volt. Valami hasonló, amilyen viennai Szent János lehetett. Nem volt könnyű dolga, elődje Gianics József teológiai tanár volt, a plébánia kilincsét egymásnak adták a püspökök, egyházjogászok, kiránduló, nyaraló, neves emberek. Aztán elment, és Kalász atya egyedül maradt. Az ajtó kilincsét azonban nem nőtte be a pókháló, mert mások jöttek. Focisták, gyerekek, rászorulók, mindenki, a közösség, akik szívükbe zárták, akik igényelték a szolgálatát. Peregtek az évek, jöttek egymás után a teendők, ső győzte, vállalta. Szabadság és zokszó nélkül hordozta a papi élet keresztjét, osztogatta örömét. Szinte fél Visegrádot ő keresztelte meg. Sokszorosan átélte és tapasztalta azt,
amit papként számtalanszor felolvasott az evangéliumból. Atyám, a kicsinyeknek tártad fel elrejtett országot titkait, a te igád édes, a terhed könnyű. Nekrológodat már többször is elmondták az aranymiséden, vicceltek vele idősebb paptestvérei. Nem lehet azonban elégszer hangoztatnunk a kitartó hűségét, a Visegrádon töltött papi életének 5 kemény évtizedét, amelyben volt hitoktatás, templom és plébánia felújítás, a kezdeti években favágás, a kályhák fűtése, kormozása, kézi harangozás, a templom torony órájának heti többszöri felhúzása, fűnyírás és ki tudja még mennyi fizikai munka. Aztán egyre igényesebb papi munka következett. A plébánia és kisaraci ellátása mellett esperesi teendők, az esztergomi kisvapok gyóntatása, majd a bűnbocsánat szentsége gyakorlati tárgyának vezetése a szemináriumban. Mindezt egyre gyöngülő erővel a megszaporodott szolgálatok sokfélesége ellenére lelkiismeretesen végezte. Minden feladatára körültekintően elkészült. Prédikációit féléves álló papírokra a lap egyik szélétől a másikig írógéppel írta. Ahogy sokan megállapították, lelki pap volt, aki soha el nem hagyta volna a breviáriumot, a rózsafűzért, az elmélkedést. Nem hiányzott a papi összejövetelekről, ott volt minden rekollekción és papi továbbképzésen. Teljesen igaz volt rá Szent János apostol első levelének részlete, amelyet aranymisés szent képére iratott. Szeretet az Isten, aki Istenben él, és Isten ő benne. Ez a mélyen jézusi keresztény ideál vezette papi élete minden napján. Felettesei elismerése sem maradt el. Előbb préposti, majd protonotárius kanonoki kinevezést kapott, akárcsak elődje, mestere, Gianics József atya. Nem tetszelgett azonban ruhákban, kitüntetéseiben. Egyszerű mezei pap maradt akkor is, ha a székesegyházban kellett vonulnia ünnepélyes menetekben. Mindenki tudta, hobbija a futball volt. Nem a győzelemért játszott, hanem a mozgásért, a sportért. Igazságos volt a pályán, lelkes a csapatban, lelkesítő játékos társai között, legyenek azok fiatal hittanosok, vagy a papi válogatott tagjai. Lábfájása és előrébb haladott kora miatt szívfájdalommal kellett megállapítania, már csak a pálya széléről követheti a meccseket. De ezeket a veszteségeket is nagy lélekkel, mosollyal tette magáévá. Senkit semmiért nem hibáztatott, sohasem panaszkodott, minden történést a maga természetességével fogadott. Kalász atya immár nem nyitja ki többé a templomajtót, nem ölti fel a miseruhát, nem intonálja hétköznapokon saját maga a miseénekeket. Nem, ezeket már nem kell tennie.
A nagyböjtöt még övéivel kezdte, de a húsvétra már előttünk érkezett meg oda át. A szenvedés keresztjét hirtelen elgyöngülő testében hordozta, nem véletlenül választotta aranymisés szentképéül a plébánia templom főoltár képét, a Golgota jelenetet. Nem nagyon törődött a lábán elhatalmasodó Orbánc betegségével, se pedig szívének rohamos elgyengülésével, amik aztán halálának okai lettek. Hajtotta magát, mintha csak érezte volna, kevés ideje van már itt a földön. Arra is emlékezünk, közeledő 75. születésnapja körül, ha rákérdeztek, mit fog csinálni ezután, határozottan felelte. Amíg bírom, nem akarok nyugdíjba menni. Nem is ment. Amíg bírta, kitartóan megtett mindent, temetett, misézett, embereket fogadott. El sem lehetett volna őt képzelni, tétlen nyugdíjasként. Úgy ment el közülünk, ahogy fél évszázadon keresztül itt volt. Csendesen, tevékenyen. Visegrádon gátat építenek, az olykor partalanul kiáradó és mindent elsodró Duna szabályozására. Fél évszázada Kalász István plébános úr élő gátja volt a rombolásnak, a pusztításnak, az élet és az emberellenes erőknek, amelyek manapság sok oldalról kezdik ki emberi méltóságunkat, lelki világunkat. Erő volt a nyájban. 1912. április 15-én a híres Titanic süllyedésekor a halálba menő hívő utasok egy protestáns korált énekeltek, ami azután katolikus és protestáns templomokban egyaránt népének lett. Most, amikor Visegrád egyházi élete, hajója visszavonhatatlan léket kapott, elárvult hívei, szívük legmélyéből fakadt fel újra. Közelebb, közelebb, Uram hozzád, boldogan ölelem, keresztedet át. Édes lesz az nekem, hisz te fogod kezem, közelebb, közelem, hozzád Istenem. Ha vándor útamon a nap leszáll, nyugtott fáradt fejem csak nálad talál. Álmomban repegem, tiéd az én szívem, közelebb, közelebb, hozzád Istenem. Tudom, ha arcodat megláthatom, véget ér egy koron sok-sok bánatom. Sóhajom végszava, ehő ima legyen, közelebb, közelebb, hozzád Istenem. Karjait kitárva ölelésre, elfáradt lelket hívsz
megpihenésre. Megyek hát, Istenem, ez szokogja lelkem, közelebb-közelebb hozzád, Istenem. Urunk Istenünk, ha volna Kalász atyának valami üzenete onnan túlról, amit szívünkre kötne, az lehetne. Becsüljük cseklő, botló, öregedő lelki pásztoraink szavait, kezeiken át az Úr jelenléte, kegyelme árad, ami megerősíti és összetartja az Anyaszent Egyházat. Szeressétek majd azt a pásztort, aki engem követ, akiben atyára, barátra lelhettek, s higgyetek abban erősen, hogy Jézus a jó pásztor összetéveszthetetlen szavaival, atyai, testvéri gyengétségével, isteni szolgáló szeretetével mindig közöttetek marad. Ámen. Testvéreim, közös imádságunkkal forduljunk a föltámadt Krisztushoz, aki minden nehézség között segítségünkre siet. Urunk Jézus Krisztus, te földi életedben halottakat támasztottál fel, és azután magad is feltámadtál a halálból, kérünk, támaszd fel és állítsd szentjeid közé István atyát, akitől szomorú szívvel veszünk búcsút. Urunk Jézus Krisztus, tiéd vagyunk életünkben, és tiéd a halálban. Erősítsd hitünket, amelyet elhunyt lelki pásztorunk a keresztségben befogadott, a papságban hirdetett, benne növekedett és kitartott, végső óráiban pedig öntudatlanul is megvallott. Urunk Jézus Krisztus, törd meg a bűn, a viszály, a háborúskodás uralmát a világban, hogy mindannyian békében és szeretetben éljünk, akikért a véredet bontottad. Urunk Jézus Krisztus, hadd kísérje el szolgádat, országodba jó akarata, szeretete, hálája és minden erénye, amellyel itt a földön gazdagon megajándékoztad, s aminek kiosztója lett közöttünk. Urunk Jézus Krisztus, lelkesítsen minket az apostoli egyház szeretete és az érte való aggódás, kérünk, küldj elárvult népednek az elődjeikhez hasonló buzgó lelki pásztort. Jó pásztorunk Jézus Krisztus, hallgass meg egyházat kéréseit, és teljesítsd reményünket, aki élsz és uralkodol, most és mindörökké. Thank you.
Imádkozzatok a testvéreink, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Irgalmadat kérjük Istenünk, hogy hódolattal bemutatott áldozatunk, amelyet István áldozó papért most felajánlott, szerezze meg neki bűnei bocsánatát, aki ezt az áldozatot odaadó lélekkel mutatta be egyházadban, Krisztus a mi Urunk által. Neked hálát adva áldást mondott, megtörtént,
és neked hálát adva áldást mondok, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelje, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent írta,
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, add kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Békességet vagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézzed, hanem egy házat ítél. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Megnyújtjuk a feltámadás dicsőségét jelző húsvéti gyertyát,
Álljunk föl, és együtt imádkozzunk. Mindenható örök atyánk, add kérünk, hogy amint a halálból föltámadt szent fiadban hitünk megnövekedett, erősödjék meg reményünk is, amellyel István atya föltámadását várjuk, Krisztus a mi úrunk által. Amen. Halász atya szíve középpontjában volt a Dunaparti Mária kápolna. Most az Isten anyához könyörögjön, hogy üdvözlégy Máriával. Üdvözlégy Mária, egy gyermekedet, azt az Úrban nevele, áldott az asszony között, és áldott a kényelmi különbségét. Az asszony között Mária, Istenhez szent anya, imádkozzájáért, különbségeért, most és halálunk óráján. Most segíts meg Mária, mindannyian tudtuk, hogy itt ezen a földön nem tart örökké semmi. Mindannyian tudtuk, hogy nem él örökké senki. Mindannyian tudtuk, hogy porból lettünk, és porrá leszünk. Mindannyian tudtuk, hogy egyszer tőled is búcsúznunk kell. Mégis most, hogy ez valósággá vált, csak nézünk egymásra, és nem hisszük el, hogy valóban megtörtént. Tragikus esemény? Nem. Nem az. Tőled nem ezt tanultuk. Hiszen csak közülünk távoztál. Hiszen ami nekünk ma fájdalom, és veszteség, és gyász, az neked égi születésnapod. Váratlan volt? Igen, az volt. Szerdán és vasárnap még elmondtad mindannyiunknak,
porból lettél, porrá leszel. Akkor még nem sejtettük, hogy ez a mondat minket ezentúl rád is emlékeztetni fog. Hiányozni fogsz. És most még nem is tudjuk, hogy mennyire. Hiszen úgy hozzátartoztál életünk mindennapjaihoz, mint a só, a levegő vagy a Duna. És nem csupán hitük gyakorlatát a katolikus egyház mindennapi gyakorlatában megélők, de minden visegrádi és nem visegrádi környéken élő ember számára. Nekünk eddig nem kellett szembesülnünk a paphiány nehéz kérdésével. Nekünk természetes volt, hogy van papunk, és hogy te vagy az. Személyed úgy hozzáfonódott Visegrádhoz, nem csak általában a városhoz, hanem mindannyiunkhoz, személy szerint, egyenként is, mint talán senki másé. Hiszen mindannyiunkat keresztelted, tanítottad, meghallgattad, mindannyiunkkal fociztál, kirándultál, mindannyiunkat áldoztattad, mindannyiunkat eskedted és temetted, és szerettél minket. Visegrádnak díszpolgára vagy, bár a kifejezés esetedben nem is fejezi ki pontosan, mit is jelentett jelenléted. Te nem tündöklő éke, annál sokkal több voltál, hiszen a hordónak dísze csupán az abroncs, ami összefogja. Most búcsúzom tőled. Búcsúzom, és mégsem. Hiszen még szükség van jelenlétedre. Hiszen a fájdalom órái, napjai, a gyász ideje után Visegrád közössége nehéz próba előtt áll. Nem csupán az egyházi közösség, de egész Visegrád nélküled való életét kell újra gondolnunk. Nehéz lesz. Köszönjük, hogy értünk, visegrádiakért áldoztad életed. Hálát adunk a Teremtőnek, hogy olyan papot adott közösségünknek, felfoghatatlan hosszú időn át, akinek hite töretlen volt, szerénysége, emberséges jelenléte állandó, és mostantól már örök. Az Úr legyen veletek! És az ellenedre!